Sziasztok, Bruckmann Gergő vagyok, és én fogom bemutatni, hogy néz ki egy öttusázó versenynapja. Ne is húzzuk az időt, ugorjunk bele az eseményekbe! A versenyt az öttusázók által talán legkevésbé kedves sporttal kezdjük, az úszással. Hideg is, nedves is, és jó, ha be lehet csavasodni tőle. De legalább az elején túl vagyunk rajta. A szabályok pofon egyszerűek. 200 méter a táv, amit bármilyen úszás nem lehet teljesíteni, de értelemszerűen a leggyorsabban érdemes, ami a gyors úszás. Következő versenyszámunk a személyes kedvencem, a vívás. Gyertek, megmutatom, hogy is kell ezt csinálni. Egy öttusa döntő 36 fős. Minden versenyzőnek kell vívnia minden versenyzővel az első vérig, vagyis az első találatig. Együttes találat esetén senki sem kap pontot, és folytatják onnan, ahol az együttes találat esett. Egy perce van a versenyzőknek, hogy valaki sikeresen találatot vigyen be. Ha az egy perc lejár, akkor az kettős vereség, és egyikőjük sem kap pontot. Ezzel megvagyunk, irány a lovarda! Az öttus a lovas száma a díjugratás. A versenyzők a rendező ország által biztosított lóállományból sorsolással kapnak lovat. A versenypálya előtt egy 20 perc melegítés áll rendelkezésre, hogy az idegen négy lábúval kicsit jobban megismerkedjenek a tusázók, és persze, hogy az állat is kicsit bemelegedjen a terhelés előtt. 12 ugrásból álló pályán a többi versenyszámmal ellentétben a versenyzők nem pontokat gyűjtenek, hanem próbálják azokat nem elveszíteni. Mindenki 300 pontról indul, egy akadály leverése mínusz 7 ponttal jár, ha a ló ellenszegül egy ugrás előtt és azt nem ugorja meg, az mínusz 10 pontot jelent, valamint leesés a lóról szintén mínusz 10 ponttal jár. Négy ellenszegülés kizárást jelent, tehát 0 ponttal búcsúzik a versenyző ettől a számtól, és ugyanez a helyzet két leesés után. Csak egy kihívás van hátra, a kombi. Ott találkozunk. Hoppá, már itt is vagytok. A kombi az tulajdonképpen a lövészet és a futás kombinációja. Nézzük meg, hogy is van ez pontosan. A versenyzők a rajtól kb. 20-30 méterre lévő lőállásba futnak, ahol le kell adniuk 5 érvényes találatot a táblára. 10 méterről a nagyjából 7 cm átmérőjű fekete célt kell eltalálniuk. Értelemszerűen ezt minél gyorsabban, mert ha ezzel megvannak, akkor vár rájuk egy 800 méteres futás, majd ismét a lövészet, és így tovább egészen addig, amíg összesen 4-szer teljesítették az 5 sikeres találatot és a 800 méteres futást. Összesítve 20 sikeres találatból és 3200 méter futásból áll a kombinált szám. Tehát ez lenne az öttusa. Remélem jól éreztétek magatokat, sikerült titeket felcsigázni, és már rohantok is öttusázni. Sziasztok!